Sziasztok, én Csilla vagyok. A csatornámon a magabiztos angol nyelvtudással és Kanadával kapcsolatban találhattok videókat. Az elmúlt évek során már töltöttem fel számotokra olyan videókat, amelyekben tipikus hibákról volt szó, vagy a magyarok tipikus hibáiról volt szó. Ebben a mai videóban a kezdők tipikus hibáiról lesz szó. Tehát a kezdő angol nyelvtanulók, vagy a kezdő angolul beszélők tipikus hibáiról. Ezek talán azért lesznek, vagy lehetnek hasznosak számotokra, mert ha magatokra ismertek, akkor nyilván tudni fogjátok, hogy mi az, amit érdemes kijavítani. A másik pedig, ha hibákon, példákon keresztül nézünk meg valamit, akkor jobban megmarad az, hogy hogy is kellene helyesen csinálni, mert lehet, hogyha mástól halljuk, akkor nem is veszük észre, hogy ez nem volt helyes, és esetleg mi is megszokjuk, és elkezdjük ugyanúgy használni. Tehát nézzünk meg három tipikus kezdő hibát. Az első, és talán a leggyakrabban emlegetett, az, amikor keverjük az igeidőknek a segédigéit. Ez így egy kicsit szárazon hangzik, de megmutatom nektek példákon keresztül, hogy miről van szó. Egész egyszerűen arról van szó, hogy ugye az angol bár egyébként egy rendkívül egyszerű nyelv szerintem, mégis a 12 igeidő ijesztően túl soknak tud hangzani elsőre. És amikor belekezdünk, akkor az is ugye furcsának fog tűnni, hogy meg kell tanulnunk, hogy melyik igeidőben hogyan képezzük a mondatokat. És az első két igeidő, amit meg szoktunk tanulni, az az egyszerű és folyamatos jelen. Az egyszerű és a folyamatos jelen mind a kettő a jelenre vonatkozik, míg a magyarban csak egyetlen egy igeidővel fejezzük ezt ki. De az angolban ezeknek az igeidőknek nagy jelentősége van. Legalább akkora jelentősége van, mint a szavaknak. Éppen ezért, ha keverjük a kettőt, akkor ugye az nem csak rosszul hangzik, hanem zavarosnak is tűnik majd az, amit mondunk. Mire gondolok itt? Nagyon gyakran hallom azt, hogy I am go to work, vagy azt, hogy she's wait at the bus stop. Ennek az oka valószínűleg az, hogy lehet, hogy a régi emlékeinkből az első dolog, amire emlékszünk, ami először följön, az, hogy valahogy úgy volt, hogy az alany után mondunk egy létigét, vagyis azt mondjuk, hogy zsigerből, kapásból, hogy I am, she is, he is, you are. És így elkezdünk minden jelenidejű mondatot, és utána folytatjuk. De a helyzet az, hogy az egyszerű jelenidőben nem kell mindig használni a létigét. A létige akkor kell, amikor kell. Akkor kell, amikor az a mondat igéje. Vagyis, ha azt mondom például, hogy honnan származom, I'm from, és elmondod az országot, vagy ha elmondod, hogy milyen magas vagy, I am 5'7", ha angolul mondom. Tehát, hogy ezekben az esetekben kell, de ha azt mondod, hogy hol dolgozom például, akkor egyszerűen így fejezed ki, hogy I work, és mondod a céget, I work for, és utána mondod a cég nevét. Tehát, ha általánosságban fejezed ki magad, akkor nem minden mondatban kell a létige. Akkor se, hogyha rááll a szád. Akkor se, hogyha zsigerből mondanád. Tehát erre oda kell figyelni. Ha egyszerű jelenidejű mondatot mondasz, amelyben van egy ige, egy cselekvő ige, például work, wait, get up. Tehát, ha azt mondod, hogy 7-kor szoktam fölkelni, akkor az úgy hangzik, hogy I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Vagy minden nap 8-kor megyek munkába. I go to work at 8 o'clock. I go to work at 8. Tehát nem kell bele a létige. Nem mondjuk, hogy I am, vagy she is. Viszont, ha folyamatos jelenidejű mondatot mondasz, annak a szerkezete másképpen néz ki. A jelentése is más. Tehát a folyamatos jelenidőben arról beszélünk, ami éppen most folyamatban van. Olyan dolgokról azt szeretnénk kifejezni, hogy ez, amit mondunk, ez most történik. Lehet, hogy ebben a pillanatban történik, lehet, hogy ebben az időszakban történik. De nem az általánosságokról, a rendszeresen bekövetkező dolgokról, hanem arról szeretnénk beszélni, hogy most mi van. Például én most egy széken ülök. A szék nem látszik, de higgyétek el nekem. So I can say I am sitting on a chair, vagy természetesebben I'm sitting on a chair. I'm sitting on a chair. És ebben az esetben a nagyon gyakran előforduló hiba az, hogy itt viszont valamiért
kimarad a létige. És azt hallom, hogy I sitting on a chair. Vagy she going to work. Itt viszont kell a létige. Tehát she is going to work. Tudom, hogy nagyon pici, és nem lehet jól hallani, de ugye te tudod már a saját tudásodból, ha megtanultad, hogy annak ott kell lenni. Tehát az nem she going to work, vagy she waiting for the bus, hanem she is going to work, vagy she's going to work, she's waiting for the bus, I'm sitting on a chair. So, ha erről a pillanatról, vagy arról szeretnél beszélni, aminek a folyamatában benne vagyunk, akkor a folyamatos jelenidőt használod, és ehhez pedig az alany után kell egy létige, ezt ragozzuk, ugye ez nem egy nagyon bonyolult dolog, am, is, are, és utána pedig az igének az inges alakja jön, és mindegyik része oda tartozik. Ennek a hibának, vagy ennek a jelenségnek a másik változata az a going to now van. Mert hogy tudom, hogy nagyon sok helyről hallottátok, hogy a going to helyett használhatjuk, vagy kell használni a gonna-t, nem kell használni egyébként, csak ha akarod, de az nem gonna önmagában, hanem létige és gonna. Tehát a going to ugye az a jövő időnek egy formája. Ebben az esetben a going to nem feltétlenül azt jelenti, hogy megyek, hanem egy jövőre való szándékot mutat. Tehát ha azt mondom, hogy I'm going to make dinner, vagy szlengesen, vagy röviden, I'm gonna make dinner, akkor csinálok vacsorát mindjárt valószínűleg. Szóval ez a tervem. I'm gonna make dinner. What are you gonna do? I'm gonna make dinner. És ahogy halljátok, gyorsan mondom, és azt mondtam itt, hogy gonna, mondhatnám azt, hogy I'm going to make dinner. What are you going to do? Ennek ellenére gonna vagy going to, mindegy, de a létige kell. És innen ered az a rossz változat, hogy I gonna, she gonna. De oda kell a létig elé. Tehát attól, hogy gyorsan mondjuk, attól nem hagyjuk le. Lehet, hogy nem olyan könnyű kihallani, de az ott van. Tehát az, hogy she gonna wait, az nem helyes. Az, hogy she's gonna wait, az helyes. Tehát figyeljetek oda akkor is, amikor mondjuk szlenges változatot tanultok, amit lehet, és egyébként én ezt szoktam is bátorítani. Persze, hogy tanuljunk olyan dolgokat, amelyeket a gyakorlatban használnak. Nem olyan dolgokat tanuljunk, amiket nem használnak, mert ez tök fölösleges. De attól függetlenül, ha lehet, akkor a helyes változatát tanuljuk meg, és azt használjuk, hogy minket is értsenek, és mi is értsünk másokat, ugye, ahogy ezt szoktam mondani. Tehát az első csoport az az, amikor így kutyuljuk a jelen időknek, vagy volt itt egy kicsit jövőidő is, a struktúráját, a szerkezetét. Ennek mi az ellenszere? Meg kell érteni azt, hogy melyiket mire használjuk, meg kell érteni ennek a szerkezetét, ez egy nagyon egyszerű dolog, és utána el kell sajátítani, és gyakorolni kell. Írásban és szóban is. Ez az egyetlen, és ez a egyébként nagyon egyszerű válasz. A második dolog, amit gyakran hallok, és tényleg szintén kezdőknél is nagyon gyakran előfordul, ez pedig a rövid kérdésekre adott rövid válasz. Például, do you like ice cream? Szereted a jégkrémet? Do you like ice cream? És akkor nagyon gyakran azt a választ hallom erre, hogy I like. Az angolban ez így nem lesz jó. Lehet, hogy meg fogják érteni, de érdemes megtanulni, hogy hogy van ez helyesen. Vagy azt mondod, hogy do you like ice cream? I do. Vagy azt mondod, hogy yes, I do. Vagy azt mondod, hogy yes, I like ice cream. Vagy nyomatékosan azt is mondhatod, hogy I do like ice cream. Erről most külön nem fog beszélni, ennek van egy kicsit speciális jelentése. Tehát a lényeg az, hogy egy olyan kérdésre, ami úgy kezdődött, hogy do you, arra a do-val válaszolunk, ha magunkról van szó, mert az a segédige, és azzal válaszolunk vissza. Tehát ha azt szeretnéd mondani, hogy igen, szeretem az ice, a jégkrémet, az nem úgy hangzik, hogy yes, I like, ha nem mondod utána, hogy mit. Mert ha utána mondod, akkor az egy egész mondat, az úgy jó. De ha röviden akarsz válaszolni, és azt akarod mondani csak, hogy igen, az úgy hangzik, hogy I do. Vagy úgy, hogy yes, I do. Vagy esetleg úgy, hogy yes, ha nagyon röviden akarsz. Vagy ha nem szereted, akkor úgy hangzik, hogy
No, I don't. Vagy úgy, hogy I don't. Vagy úgy, hogy I don't like ice cream. Vagy I don't like it. Azt is mondhatod. Tehát ezekben az esetekben, ahol ugye egy segédigével kezdődött a kérdés. Mert az angolban kell egy kérdés szerkezet ahhoz, hogy kérdés legyen. Tudom, hogy a magyarban nem. És tudod simán azt kérdezni, hogy szereted a fagyit? És azt mondod, hogy szeretem a fagyit. Látjátok, nincsen. Igazából mi ragozunk. Tehát ugye változtatjuk az igragot, de nem kell a kérdéshez egy külön szerkezet. De az angolban kell. Attól lesz kérdés. Tehát ha azt kérdezi tőled valaki, hogy do you like ice cream? Akkor ha szereted, akkor azt mondod, hogy I do. Vagy azt, hogy yes, I do. Vagy ha nem, akkor azt mondod, hogy no, I don't. Vagy no, I don't like it. Azért is fontos egyébként ezt megérteni és elsajátítani, mert ez a dolgoknak csak a kezdete, ez az alapja. És hogyha gyenge alapokra építesz, és kapásból, ugye ez egy fajta szerkezet, ez egy jelenség, ami újra és újra és újra előjön az angolban. Tehát, hogyha ezt nem jól gyakorlod be, vagy nem sajátítod el, akkor azért ártasz magadnak, mert a későbbiekben az ennél komplikáltabb szerkezetekben is ugyanazt a rossz logikát fogod alkalmazni, és ott már nehezebb lesz kijavítani. Tehát ezért érdemes az elején ráállni erre a logikára. Ugye az egésznek, amit én szoktam mondani, hogy próbáljuk meg a nyelvnek a logikáját elsajátítani, megérteni, és az, ahogyan én magyarázok is pontosan erre épül, az azért van, mert a magyar és az angol nyelv különböző. Mindenféle tekintetben különböző, nem menjünk most ebbe bele, mert nem erről beszélünk, de a lényege az, hogy a magyar szavak és a magyar nyelvtani sorrend alkalmazása az angolban nem fog működni. Tehát, ha simán fogod a magyar mondatodat, és átfordítod szóról szóra, ahogy van, angolra, akkor egyrészt nem az lesz az eredmény, amit szeretnél. Tehát nem az fog bele kijönni. Másrészt teljesen meggátolod azt, hogy a későbbiekben el tudsz sajátítani a nyelvnek a logikáját és a szerkezetét. Mert ideális esetben úgy működik, hogy elkezdesz az elején jól tanulni, jó módszerrel, jó nyelvtani magyarázatokkal, jó beszélgetésekkel, egy jó vezetővel, és utána ez egyre könnyebbé válik. Ez ennek az ideális és legjobb sorrendje. De hogyha rosszul indulsz neki, utána egy rossz irányban, tehát például a kokáért magyar sorrendet szeretnél angolra lefordítani, akkor borzasztó nehéz utána ebből kikeveredni. Na nézzük a harmadik tipikus példát. A harmadik tipikus példa az a melléknéveknél van, tehát tipikus hiba. Ez pedig az olyan melléknevekre vonatkozik, amelynek ed vagy ing a vége, vagy inkább úgy fejezem ki, hogy id and ing. So, első példa, unatkozik, bored. Unalmas, boring. So, the film is boring, so I am bored. Második példa, tired és tiring, fáradt és fárasztó. My day was so tiring, so I am tired. My day was tiring, I am tired. Tehát a napom fárasztó volt, ő a napom lefárasztott engem, so I'm tired. Right? And exciting and excited. Izgalmas és izgatott. So these are exciting news. I am so excited. Ezek nagyon izgalmas hírek, én nagyon izgatott vagyok. Az excited és az exciting az inkább olyan, amikor valaki valamire nagyon rá van készülve, úgy értsétek ezt a szót. Aztán depressing and depressed. So if the weather is depressing, let's say it's raining or it's really dark or it's really cold, I don't know, then you feel depressed. So depressing is something that is happening and depressed is how you feel or how someone else feels. So the weather is not depressed, it's depressing. You are depressed. The movie is not bored, it's boring. It's doing something to you and so you are bored. Tehát a melléknemeknek ezt a két típusát, ezt a két változatát ne keverjük össze.
Az ing végű az az, amikor valami aktívan valamit művel. So, for example, it's interesting, tehát érdekes. So, the book is really interesting. És ahogy te érzel, az az interested. So, I am very interested in what you have to say. Engem nagyon érdekel, amit te mondani akarsz. Tehát a különbség ugye az egyik az, amit csinálja, a másik, amilyen hatással van. Mind a két esetben előtte ott van a létige. So, it is interesting and I am interested. Mert ugye az angolban szükséges létige ezekhez a mondatokhoz, ahol melléknevet használsz. Tehát ez az a dolog, amire szintén nagyon fontos odafigyelni. Három olyan tipikus hibát mutattam meg nektek, amin keresztül szerettem volna egy kicsit megmagyarázni és megmutatni, hogy miért fontos ezeknek a kijavítása. Amikor hibákat javítunk, akkor a tanuló oldaláról is nagyon lényeges az, hogy értse, hogy miért. Minek javítjuk ki? Tehát örök kérdés az, hogy miért, hogyha nem, ha úgy mondom, nem értenek meg. Lehet, hogy megértenek. De hogyha nem törekszel arra, hogy ezeket kijavítsd, és egyre jobban, és egyre precízebben, egyre olajozottabban tud pont azt mondani, amit akarsz, akkor ugye meggátolod a fejlődéset. Tehát ha az elején teszel egy ilyen stoppert, egy ilyen megállítót arra, hogy fejlődni tudj, mert ugye megelégszem azzal, hogy az úgy rossz. És most nem arról beszélek, hogy nem lehet hibákat elkövetni, amikor beszélsz, mert hibákat kell elkövetni. Tehát nagyon fontos, hogy hibázz. Légy szíves, hibázz. És hagyd, hogy kijavítsanak, és javítsd ki azt, amit mondasz, hiszen ezeken keresztül tudsz fejlődni. Tehát amikor hibázunk, akkor nem az a helyzet, hogy az egy végletesen rossz dolog, az egy teljesen normális dolog. De az sem célra vezető, hogy ne foglalkozunk azzal, hogy kijavítsuk. Mert hogyha tök mindegy, és akkor mondom csak azt, ahogy jön, lehet azt is természetesen, de akkor biztosan látjátok, hogy a fejlődés az nagyon lassú lesz, nagyon kínokkal teljes lesz, és igazából sose fog jól menni. Tehát, hogyha fejlődni szeretnél az angolban, akkor fontos az, hogy ezeket a logikákat elsajátítsd. És éppen ez az, amiben segítek nektek az online elérhető tanfolyamomban. Hiszen 2 éve elérhető online állandóan a tanfolyamom, amelyben saját tempódban tudod az angol nyelvtant elsajátítani. Ha még soha életedben egy szót sem tanultál angolul, akkor is bátran elkezdheted, hiszen végig fog vezetni az angol nyelvtanon egy logikus és jól egymásra épülő rendszerben. De ha már tanultál angolul, és azért szeretnéd ezt rendszerezni, hogy jobban menjen a nyelvtan, vagy éppen csak az elején vagy, és még csak próbálod kibogozgatni azt, amit meg kell tanulnod, vagy az a tudás anyagot, amit eddig szertettél, akkor is nagyon alkalmas neked arra, hogy végigvezessen ezzel a logikával, amivel én nektek itt bemutatom ezeket a gondolatokat, az angol nyelvtan egész törzsanyagán. Ennek a tanfolyamnak a linkjét ide beteszem. Nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kicsit megismerd ezt a módszert, hogy egy napig ingyen bele tudsz nézni a tanfolyamba, tehát amellett, hogy van 2 ingyenes lecke benne, amit meg tudsz nézni, amellett egy napig ingyenesen ki is próbálhatod. És ezek után havi előfizetéses rendszerben működik, tehát addig használod, amíg neked szükséged van rá, utána pedig lemondod, hogyha 1 hónap alatt végigmész rajta, akkor egyetlen 1 hónap áráért az egész angol nyelvtan törzsanyagát elmagyaráztam neked feladatokkal és tesztekkel és segédanyagokkal együtt. Tehát, ha úgy érzed, hogy az a módszer és azok a videók, amiket tőlem megismertél itt a YouTube-on segítségedre voltak, akkor tényleg arra biztatlak, hogy adj ennek egy esélyt és nézd meg, hiszen lehetséges, hogy egy nagy lökést fog adni az angol tudásodban az, hogy helyre rakod az angol nyelvtannak a törzsanyagát. Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el egy lájkot nyomni, ha pedig nem iratkoztál még föl, és csak itt megérkeztél ebbe a videóba. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen iratkozz fel és állítsd be az értesítéseket. Köszönöm, hogy ma itt voltatok velem, vigyázzatok magatokra, legközelebb találkozunk. Sziasztok!